Az alapige meghallgatásához kérem a gyülekezetet felállni. Az alapigét Máté evangéliuma 25. rész 19. verséből olvasom. Sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak ura, és számot vetett velük. Kérem a gyülekezetet helyet foglalni. Most hallgassuk meg, mint üzen az Úr, Stramski testvérünk által. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy megint itt vagyok. Most szombaton sikerült jönnöm, inkább pénteken értem rá eddig. És el kell mondjam, hogy szeretem olyan kicsit közelebb lenni hozzátok, én nem szeretek ilyen magasan és messze állni, már meg is szerveztem, hogy azt a szószéket fogom használni, csak aztán meglátom, hogy a karzaton is vannak, és ugye praktikusokból mégiscsak helyesebb, hogyha maradok. A mai igénket, mint hallottátok, Máté evangéliumából idéztük, én is még egyszer talán hadd olvassam fel, sok idő múlva pedig megjött a ma szolgáknak az ura, és számot vetett velük. Nem tudom, hogy emlékezetetek segítségével fel tudjátok-e idézni, hogy melyik szakaszból, milyen szövegösszefüggésből származik ez a gondolat, anélkül, hogy kinyitnánk a Bibliát, mert úgy izgalmas igazán. Igen, jól mondjátok többen, és a talentumoknak a példázata. Nem tudom, hogy vagytok vele, én azt tapasztalom, legtöbbünknek vannak szívéhez közelebb álló szakaszok a Bibliában, ami szerintem rendjén is van, amit szívesebben olvasunk, sokat mondott, szép emlék. Nem tudom, hogy ki az, akinek mondjuk a talentumok példázata számít ilyen kedves szakasznak a Bibliában. Elég egyedül vagyok. Köszönöm. Akkor elmondom, köszönöm a jelentkezéseteket, hogy azért is hangsúlyozom ennyire, mert én is el szerettem volna mondani, hogy én sokáig nem nagyon szerettem ezt a példázatot, aminek egyszerű oka volt. Az, ami hétköznap a mateknak a nagy problémája, hogy nem értettem, ezért nem szerettem. Ugye sokan a matekot is azért nem szeretik, mert nem látják a szépségét. Ugye gyerekként már a gyülekezetben nőttem fel, sokat hallottam, nem tudtam hova tenni. Aztán egyszer, amikor megértettem, nagyon megszerettem, és azóta szívesen szólok róla. És mivel kincstárnokként jöttem, hát úgy éreztem, hogy félig meddig kötelez is, hogy érintsem legalábbis ezt a területet, bár nem pénzről fogok beszélni, előre bocsájtom. A példázatati emlékezetetek szerint miről szól? Úgy értem, mi az üzenete? Tehát most nem a tartalmára gondolok, azt majd taglaljuk röviden, hanem hogy miért mondta Jézus, mit akart ezzel üzenni nekünk? Röviden. Mire hívta fel a figyelmet? Segítek arra, ami az alapigében volt. Tudnék, hogy sok idő múlva, de megjött a szolgák ura, és számot vetett velük, tehát a számvetésen van a hangsúly, majd látni fogjuk. Ez a számvetés, ez mindenkire kiterjedő volt, és lesz, ugye a példázatban volt, a valóságban lesz. És nagyon érdekes a számvetésnek a szempontjai, tehát hogy milyen alapon teszi azt, amit tesz, hogyan mérlegeli, és kit hogyan ítél meg, hogy előre bocsájtom, majd erre figyeljünk. De még mielőtt rátérnék magára a példázat mondandójára, nem tudom, hogy megkérdezem tőletek, hogy nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy sokszor van jelentősége annak is, hogy valami hol helyezkedik el a Bibliában és a történetben. Máté evangéliumának a 25. fejezetéből olvasta Klárika, hogy mondta is, hogy hol a hely. Emlékeztek-e rá, hogy mi az előzménye ennek a példázatnak történetileg? Tehát Jézus elmondja, de előtte mi történik? Miről van szó? Fejezetileg, tehát úgy van, hogy a 25. fejezeten belül van három példázat, tehát ugye előtte is, egy utána is, egy mindjárt rátérek, de hogy az előző fejezet, Jeruzsálem pusztulása a kérdés, a válasz pedig Jeruzsálem pusztulása, amit Jézus ad és a világ vége. Ez, amit úgy hívunk, hogy Jézusnak az a nagy beszéde arról, kérdésre válaszul, hogy hogyan lesz vége a történelmnek. Ez egy fontos fejezet, nem? Máté 24. Azt nem tudom, tudjátok, hogy eredetileg nem volt beosztás, tehát nem Jézus mondta azt, hogy 24. fejezet, meg 25., sőt, még az apostolok se, ez egybe ment. Ha elolvassátok, ez egy összefüggő beszélgetés. Jézus elmondta a beszédét, nem rövid különben, tehát a 24. fejezet az nem rövid, és utána elkezdte, ma úgy mondanánk, hogy illusztrálni. Tehát nem volt kivetítő, hanem példázatokkal képileg próbálta alátámasztani. Az első mi volt?
a tíz szűz példázata az miről szól? Röviden, készen vagy nem vagy kész? A fele kész volt, bement, a fele nem volt kész, kint maradt. Tudjuk, hogy ez egy jobb arány annál sajnos, mint ami amúgy várható. A talentumok utáni példázatra emlékeztek, hogy melyik jön ott a 25. fejezet végén, ez a harmadik, a utolsó nagy egység? Juhok és a kecskék külön választása, ítélet, jobb keze felül a juhok, bal keze felül a kecskék. Ez miről szól, ha röviden mondanánk valakinek? Hát, hogy mi alapján lesz az ítélet? Nem egy dogmatikai tesztet kell majd kitölteni. Nem hitvallás alapján. Jézus azt mondta, hogy sokan jönnek majd én hozzám, akik azt mondják, hogy hát uram, hát komoly tapasztalataink voltak a szolgálatban. Emlékeztek, hogy mit mond válaszol? Nem azt mondja, hogy volt ilyen, de aztán máshogy lett. Azt mondja, hogy soha. Tehát amikor ti úgy gondoltátok, hogy az tapasztalat, én akkor sem tudtam ott lenni. Mert kívül voltam, mint Laodiceánál az ajtón kívül. Ti éltétek a magatok életét nélkülem. A juhok és a kecskék példázata arról szól, hogy az embereket a cselekedeteik alapján fogják megítélni. Ezt egyezzétek meg, mert sokszor felhátolgatják nekünk, hogy adventisták vagyunk, hogy mi törvényeskedők vagyunk. Nem vagyunk törvényeskedők, de a Biblia leírja, hogy kegyelemből üdvözülünk, de hogy ez a kegyelem mit munkált az életünkben, azt meg fogják nézni, és azt pedig a cselekedetekben fogják megkeresni. És milyen cselekedetekben? A leghétköznapibb jó cselekedetekben. Emlékeztek, azt mondja a példázat, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, stb. Olyan szép a példázat, amikor megkérdezik, hogy de hát mi erre nem emlékszünk, hogy találkoztunk volna. Az emberiség nagy részének ez nem is adatik meg, mint lehetőség fizikailag. Azt mondja, hogy nem, úgy értem, hogy amikor egyel a legkisebbek közül megtettétek, nekem olyan, mintha velem tettétek volna meg. Tudjátok, ebben az a szép, hogy azt mondja, hogy ő ilyen mértékben azonosul. A legkisebb emberrel, a legkevésbé fontosnak tartott emberrel is. És aztán jön a másik, tudjátok, fordítva, hogy nem adtatok ennem, nem adtatok innom. Én szoktam mondani, hogy akkor sokan azt mondják, hogy uram, hát ha tudtuk volna. Azt mondja, hát ez a baj. Hogyha tudtátok volna, adtatok volna, de én nem magamnak kérek, hanem a kicsiknek. Ez a példázat az ítéletről szól tehát. Nem akarok ezeknél időzni, akkor a tíz szűz példázata szorosan kapcsolódik a Máté 24 mondandójához, ugye ezt kimondhatjuk? Igen. Hát a juhok és a kecskéknél már nem lehet szorosabb a kapcsolat, az ítéletet mutatja be képiesen. Ez is. Akkor marad egy kérdés. A középső, a talentumok példázata az akkor kapcsolódik a Máté 24-hez? Szükséges, szükségszerű, bár elsőre talán nem gondolnánk. Tehát, ha önmagában olvastuk volna fel, nem kapna ilyen hangsúlyt. Bár, mint mondtam, itt is itt van az, hogy végül megjöttem a szolgáknak az ura, és számot vetett velük, vagyis itt is megjelenik az ítélet gondolata. A két példázat, a tíz szűz és a talentumok példázata közötti átvezetés így hangzik, ha van Biblia, akkor nézzétek meg, ha kéznél van, 13.-14. vers. A 13. vers az olyan, mintha kicsit zárja is a tíz szűz példázatát, de mintha már elő is készíteni a következőt. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön, ugye a tíz szűz tanúságát mondja ki, így folytatja 14. vers, mert éppen úgy van ez, tehát amit most mondott, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nekik. És aztán mondja a 19. vers, és sok idő múlva pedig meg is jött. Értitek a 13-14-et, hogy szorosan köti rá, rögtön utána gondolatilag. Azt mondja, hogy van egy nagy tanúsága a tíz szűz példázatának, vigyázzatok, mert nem tudjátok, inkább legyetek készen mindig. És utána rögtön azzal folyt, hogy már éppen úgy van ez, hogy valaki elment, nem tudták, hogy mikor fog visszajönni, de visszajött. Vissza fog jönni. Itt hadd jegyezzem meg nektek, érdemes lenne otthon, ha lesz érkezésetek most a hétvégén frissiben elolvasni, én javaslom, a Máté 25-öt is legalább, meg a Lukács evangélium a 19. fejezetét. Ott megtaláljátok a párhuzamos példázatot. Az úgy hangzik, hogy a gírák, nem tudom, hogy ismerőse, ugye vannak talentumok, meg gírák, ezeket nem nagyon szoktuk használni, de ugye ezek a fogalmak a Bibliából. Nagyon hasonló a példázat, nagyon nagy az átfedés, de vannak különbségek, majd ki is térek egy párra ezek közül, mert tanúságos. Például a 12. vers azt mondja, Lukács evangélium a 19. fejezetében, így vezeti be, tehát a Máté 25-14 párhuzamos verse, bocsánat, hogy egy nemes ember elment messze tartományba,
hogy országot vegyen magának, azután visszatérjen. Hát kiről beszélhet itt Jézus, kire illik rá ez a szituáció? Hát önmagáról beszél. Mi az, hogy egy nemes ember? Hát ő aztán nemes volt. Minden szempontból, erkölcsileg is, meg hát a rangja szerint is. Egy nemes ember elment egy messze tartományba. Elég messze ment? Nagyon messze ment, ugye a mennybe ment. És azt mondja, hogy azért ment el, hogy országot vegyen magának. Úgy gondolkoztam is, amikor készültem, más helyen is szóltam már erről az ígéről, itt is vannak, tudom, akik hallották, remélem nem zavarja őket, hogy megint ezt hallják. Azon gondolkoztam, amikor készültem, hogy mennyire lehetett gyakori abban az időben, hogy az ember úgy fogta magát, elment és vett egy országot. Mert kétlem. Tehát ugye vannak olyan momentumok a példázatokban, amelyek mindennaposak, elveszett lyuk, megtalálás, stb. De az, hogy országot vegyen magának, én úgy érzem, hogy ez nem a példázat képébe illő kép, hanem ez a valóság. Tehát, hogy Jézus elment, emlékeztek, hogy helyet készítsek nektek, hogy előkészítsem az országot, és mivel ér véget, amit idéztem a 12. vers? Elment, hogy azután visszatérjen. Azt mondta, hogy visszajön. Kicsit hétköznapias lesz, ami eszem jutott, de elmondom. Én sokat foglalkoztam a második világháborúval, mert érdekelt. És van egy híres momentum, amikor az ausztrálokat, a japánok a háború elején kiverik, azt hiszem a Fülöp-szigetekről, ha jól emlékszem, és feladják, kénytelenek feladni a szigetet, és akkor MacArthur tábornok, aki a főparancsnoka az ausztrál erőknek, elhagyja a szigetet, de azt mondja, hogy I shall return. Tehát én még visszajövök. És aztán így is történt különben, csak ez egy híres momentum ugye a világháborúnak, legalábbis a csendes óceáni hadszínterén folyt ütközeteit tekintve. És most ez jutott eszembe, amikor olvastam, hogy Jézus is azt mondta, én most elmegyek, de visszajövök. Ez egy ígéret mindnyájunknak, és van egy olyan vonatkozás, amiről ez a példázat is szól, és mindjárt odaérünk. Jézus Krisztus valóban elment, hosszú ideje távol van, valóban azért ment el, ugye 2000 év már elmúlt, közel 2000 év, azért ment el, hogy országot vegyen magának, és azt olvastuk az imént a 14. versben, visszatérek ugye Máté 25-hez, mert ez a fő vonulatunk, hogy amikor elment, mikor útra akart kelni, akkor előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, vagyis mindenét átadta nekik, hogy addig, amíg nincs itt, gazdálkodjanak vele. 15. verstől folytatom, és adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Olyan furcsák ezek a szavak, ugye Jézus ezt elmondja, hogy azonnal útra kelt, még nem halt meg, ne felejtsük el, amikor ezt mondja, nem sokkal a halál előtt vagyunk. És tudjuk, hogy amikor feltámadt, 40 nap után elment. Megtörtént ez, amit mond. Tehát viszonylag hamar, bocsánat, 40 nap után elment. De a példázat szerint nem hagyott bennünket, az akkoriakat és a mai tanítványait sem, nem hagyott feladatok nélkül. Egy jó gazda, amikor nincs ott, akkor is meghagyja, hogy ki mit tegyen. Bocsánat, csak ezt szerintem egyszer hallottam azt, hogy kérdezik egy munkahelyen, hányan dolgoznak. Azt mondják, hogy a főnök is itt van, akkor 11-en. És ha nincs itt a főnök, akkor 10-en, nem, azt mondja, akkor senki nem dolgozik. Ugye? Mert hogy nem, erre a főnök nem volt gondos. Ez Istennél nem fordulhat elő. Ő úgy ment el, hogy meghagyta kinek-kinek a dolgát, a feladatát, és nem csak feladatot adott, ez a fontosabb példa, hanem képesített is rá. Ugye vannak a rossz főnökök, akik feladatot adnak, de nem adnak hozzá eszközt, vagy nem veszik figyelembe a képességeinket. Aztán van, aki úgy rossz főnök, amit az előbb mondtam, hogy parlagon hagyja heverni a munkaerőt. A jó főnök az tudja, hogy kit hova állítson, kinek milyen feladatot adjon, és még arra is gondja van, hogy amikor ő nincs ott, akkor hogyan folyanak a dolgok. De maradva a példázatnak a szorosabb mondandójánál és a tényeinél, figyeljük meg, hogy nem egyformán osztottak ki a talentumokat. 5-öt, 2-t és 1-et adott. Ha kanyedze meg, a gíráknál ez máshogy van, ott 10-szer 1-et osztottak ki. Ott nem ezt akarja kidomborítani, az a feljegyzése a példázatnak. Tehát különböző talentumokat kaptak, nem egy formán adatot, de két tanúság van. Az egyik az, hogy mindenki kapott, nem tudom, figyeltétek-e. Tehát 0 talentumosat nem olvastunk. Ebből azt kezdődik, akik itt ülnek, azok között sincs 0 talentumos. Egy résztanúságot már most megjegyzek.
és meg is indokolta, hogy mi az oka, hogy különbözőek a talentumok, amiket kiosztott. Tudnélik, hogy azt mondja, hogy kinek az ő erejéhez képest. Nem vagyunk egyformák. Nem lehet ugyanazt a feladatot kiosztani, és ugyanazt elvárni emberektől. Egyszer egy cikket kellett fordítsak, egy közgazdasági cikket, és ott arról volt olyan vezetői tapasztalatok, hogy volt egy új kollega, egy középvezető, aki nagyon hamar konfliktusba került az összes munkatársával, de ő a munkáját jól elvégezte különben, csak senkivel sem volt jóba. És a főnökök, hát kockázat volt a működés szempontjából, próbálták belásni magukat a főnöke, és kiderült, hogy nagyon egyszerű a helyzet. Olyan irgalmatlan tempót diktált az összes kollégájának, hogy azok nem voltak képesek megfelelni, ezen ő meg kiakadt. És aztán hamar kiderült az is, hogy neki extra talentumai voltak, ő nagyon jól tudta a dolgát végezni, és ugyanazt várt el a többiektől is, amit saját magától. És a főnökei megpróbálták megértetni, vagy értse meg, hogy nem direkt csinálják, ezek nem képesek rá. És van ilyen. Van ilyen. Tehát magunk között is ez a helyzet, hogy nem várhatunk el másoktól, még az sem, hogy én hogyan és én miként. Eszembe jut egy példa, ami talán ide is vág. Van egy kedves tapasztalatom, egy kedves idős, nálami jóval idősebb testvérünkkel, aki mindig arra panaszkodott, hogy XY miért nem dönt már és keresztelkedik meg, mert hogy én nálam ez hogy volt. És mindig próbáltam neki mondani, hogy hát te nálad az úgy volt, de ez nem te vagy, hanem ez ő. És az útunk nem egyforma, tehát nem úgy vagy ugyanazon az úton megyünk csak egymás után, teljesen különböző utakon közeledünk az Istenhez, különböző emberek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ne állítsunk mércét egymásnak. Isten bölcsességét, méltányosságát mutatja ez is, hogy nem terhelte meg azt, aki nem tudta volna elhordozni a feladatot és a talentumot, azt mondta, hogy az erejéhez képest 5-öt, 2-t, 1-et, de egynél kevesebbet nem osztott ki, nem adott felmentést, így is mondhatnánk senkinek. Ami nagyon hangsúlyosan visszajön viszont mind a két fejezésében a példázatnak, tehát a gíráknál is, az a számadásnak a gondolata. Tudnék, hogy ez biztosan be fog következni. A Biblia más részei is megerősítik azt, hogy az Isten elvárásokat támaszt velünk szemben. Nem tudom, hogy ti ebben mennyire gondolkoztok tudatosan. Én azt figyeltem meg, hogy mi emberek úgy vagyunk vele, hogy az szeret bennünket, akitől csak kapunk, és nem vár tőlünk semmit. Ez a gyerek pozíciója, nem? Tehát, hogy a szülőtől elvenni, de nincs mit tenni vagy adni. Ha valaki elvár tőlünk valamit, hát azt nem szoktuk szeretni, vagy úgy érezzük, hogy az illető nem szeret bennünket. Emlékeztek, amikor Pál apostol azt mondja, hogy ne legyetek még mindig gyermekek? Most már felnőtt eledellel kéne táplálkoznatok? Tehát azt mondja, hogy az elvárandó, vagy elvárható lenne, hogy azért haladjatok az úton. Van egy sokkal keményebb példázat különben, nem tudom, emlékeztek-e rá, melyik az, amelyik ezzel foglalkozik, hogy vagy produktumban, vagy nincs, de akkor annak következménye van. A fügefa. 3 éve nem terem. Emlékeztek rá? És azt mondja, hogy figyelj, ne vágjuk, kivárjunk, hány évet várnak vele. A példázat szerint. 1-et. Kap egy esélyt. Szóval 3 éve nem terem. Ha megint nem fog teremni, nem dísznövény, haszonnövény, mennie kell. Kedves gyülekezet, az Isten úgy gondolta el, hogy az ő világában mi, mint teremtmények, hasznosan vegyünk részt. Most mondok egy furcsa dolgot, de utána megmagyarázom. Én közgazdaságtan tanultam eredetileg, meg azzal foglalkoztam is, sőt, most megint foglalkoznom kell vele pénztárosként. Miért alapítanak cégeket a világban? A gazdaságban. Hát, hogy valamilyen hasznot termeljen, lehetőleg tisztességes úton, ugye mi most erről beszélünk csak. Tehát, hogyha egy cég mindig veszteséget termel, vagy nem termel nyereséget, azt meddig fogják csinálni? Hát nincs értelme, akkor be kell zárni, nem? A világ fia maguk nemében, bocsánat, eszesebbek, ők így gondolkodnak. Erre mondhatja valaki, hogy ugye nem akarom azt mondani, hogy az Isten is ilyen haszonelvű, hogy tőlünk is azt várja el, hogy valami haszna legyen annak, hogy vagyunk. Erre mondom azt, hogy szerintem azt várja el. Erről szól a fügefa példázata is, meg sok bibliai szakasz. A különbség abban van a világi cégek és Isten között, hogy a megtermelt hasznot a világi cégek maguk és a tulajdonosaik használják fel. Isten meg kinek szeretné, hogy hasznos legyen a mi életünk? Egymásnak. Másoknak, kifelé. Azt mondja, hogy figyelj, hogyha semmi haszna annak, hogy vagy, akkor mi értelme annak, hogy vagy?
Isten azt mondja, hogy nem azért teremtett bennünket, nem azért adta meg az élet lehetőségét, hogy öncélú módon éljünk. Sáfárkodnunk kell, ugye ez egy bibliai fogalom, a sáfárság is, ez az odaadó, azonosuló gazdálkodás olyan javakkal, amik nem a mieink, de úgy kell kezelni, mintha a miénk lenne, sőt. Azt mondja, sáfárkodnunk kell mindennel, ami adatott nekünk, és nem az anyagiakat tenném az első helyre, sáfárkodnunk kell az életünkkel, az életidőnkkel, az életszakaszainkkal. Ugye nagy veszély, hogy mindig várjuk a nagy lehetőséget az életünkben. Aztán nem jön el, és elmegy mellettünk az élet. A nagy lehetőség az mindig a mai nap. Minden életszakasznak megvan a nagy lehetősége, az ifjúságot ismertatja a Biblia, az idősebb kort ismertatja. A fontos az, hogy ne vaktába éljünk, hanem megfontoltan, úgy, hogy utóbb ne kelljen bánkódnunk. Láttátok a Schindler listája című filmet? Gondolom láttátok, azt azért érdemes megnézni. A film végén nekem mindig az a legmegrendítőbb szakasz, amikor vége a háborúnak, egy ilyen gyárterepen vannak, felszabadítják ugye a zsidó munkaszolgálatosokat, akiket ő mentett meg, gyakorlatilag azt hiszem, 2000-valahány százan vannak. És ahelyett mindegyik megkönnyebbül, ugye az érintettek mind boldogok, hogy túlélték a háborút, és egy ember van, aki iszonyan el van keseredve, ez az, aki megmentette őket. De nem azért, mert megmentette őket, hanem mert az fogalmazódik meg benne, hogy mennyivel többet tudott volna megmenteni, ha előbb történik meg az életébe ez a váltás, mert azért nem egy ilyen jótét lélek volt a film elején, ez látható, meg eredetileg is így volt állítólag, hogy nem volt egy erkölcsi nagyság, de aztán azzá vált. És azt sajnálja, hogy ha eladta volna az autóját, még hányat tudott volna megvásárolni, mert ugye fizetett annak, akinek hatásköre volt, hogy adják át neki ezeket a zsidó embereket. Meg aztán volt egy kitűzője, azzal van vége, hogy még azért is tudott volna életet menteni. Gondoljátok meg, hogy mekkorát mentett, de neki az fájt, ami még lehetett volna. Kedves gyülekezet, én félek, hogy minnyájunk életének a végén ott van egy ilyen potenciális veszély. Nem pont ez a szituáció, de a lényeg ugyanez, hogy használhattam volna jobban az életemet, a javaimat, vagy bármit, a talentumaimat. Ugye normális esetben ez a saját igényünk is kellene, hogy legyen, hogy értelmes és hasznos legyen az életünk, de ha ez nem segít, akkor ott van a Bibliában ez a figyelmeztetés, hogy sok idő múlva megjöttem a szolgáknak az ura, lásd az alapigénket, és számot vetett velük. Kedves gyülekezet, két dolog gyengíti bennünk a felelősségérzetet. Az egyik az, hogyha az Isten szeret, hát csak nem lesz olyan szigorú. A másik meg, hogyha már ilyen sok idő elterik, hát már az se biztos, ilyen sok idő után már nem szoktak emlékezni, meg elszámoltatni. Ugye kevés az időm, egy picit majd türelmeteket kérem, de hagyd mondjak el egy kedves történet nekem, a béseknek nem annyira volt az a gimnáziumban, akikről beszélni fogok, mert annyira idevág egy személyes élettapasztalat. A mi osztályfőnökünk orosz tanárunk is volt, korábban azt hiszem orosz katonai tolmács volt, és nagyon beleragadt ebbe a szerepbe, tehát elég kaszárnya hangulat volt nálunk az osztályban, de szerettük ezzel együtt. És egyszer átment helyettesíteni a bésekhez. Én C-s voltam, matfizes, a bések azok biológia kémiások voltak, nekik egy kedves, aranyos, fiatal, született orosz anyanyelvi tanárnőjük volt oroszból, aki elment szülni, és helyettesíteni kellett. És bement a mi salink, nem volt annyira kedves, aranyos, meg fiatal, meg ezek, amiket mondtam. Elég rigorózus volt, bement, és akkor és az történt, mint kiderült, hogy nem, bocsánat, átjöttek szünetbe a bések után az orrót, és mondták, hogy milyen ember ez, hát mi? Én mondom, mi a baj? És mondták, hogy hát figyelj, bejött hozzánk, és megkérdezte, hogy mi volt a házi feladat. És akkor mondtuk neki, hogy hát igazság szerint olyan, hogy házi feladat mégis olyan nem is nagyon volt. Ugye próbálták így eltusolni ezt a témát, gondolták, hogy helyettesítő tanár mit tudja az. Sali meg mondta, hogy nem volt, hát ez volt, meg ez volt. Hát ugye megkérdezte a Natasától, vagy úgy hívták a hölgyet, és ő úgy jött be helyettesíteni, hogy napra kész volt. Ezek pedig kaptak, azt hiszem, 18-1-est egy óráni kollektívan, és mert ők azt gondolták, hogy nem lesz számadás. Hát annyit tudtunk mondani, hogy gyerekek, ezt óra előtt kellett volna kérdezni, mert mi szóltunk volna, hogy ezzel nem is érdemes próbálkozni, mert mi ugye ismertük őt. És nekem bocsássatok meg, de mindig ez a történet jut az eszembe arról, hogy hát ha már régen volt, már csak nem lesz olyan szigorú a számadás. Ugye ez egy kicsit vicces, meg nem halt bele senki a történetembe, de itt komolyabb dologról van szó, és itt, hogyha késő kapcsolunk, ennek nagyon súlyos következménye az, hogy lesz számadás. Azért mondja az Úr, hogy el fogok menni, sokáig fog tartani, ezer évek múlnak el, de visszajövök. Ugye, ha egy MacArthur visszajött, megtartotta a szavát, akkor mennyivel inkább az Úr.
és számot vetett velük. Még gyorsan a számadásra. Ugye ez a súlyponti része a példázatnak, látjátok, ez a nagy részét ezt teszi ki. Ha elolvassátok, most nem olvassuk el, az öt meg a két talentum, most mi az érdekes benne? Hosszan, ugye az öt talentumos ötöt hozott pluszban, a két talentumos kettőt hozott pluszban, és mit hallgattak végig? Szó szerint ugyanazt, a nem rövid dicséretet. Mondom, én matfizes voltam, nekem mindig olyan redundáns volt itt a Biblia, hogy miért kell ilyen hozzá. Ugyanazt mondta neki, tehát ennyit is írhatott volna, nem? Ugyanazt jelenteni. De nem, Isten azt akart, ezt így jegyezzék le, hogy aki öt talentumra ötöt hozott, az azt hallhatta, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Ezt a megelégedettségérzést, ami árad felé, ezt képzeljétek el. Jön a két talentumos, mai ember azt gondolja, hogy 40%-os elégedettségben lesz része, ugye, mert az ötnek az a kettő, az a 40%-a. Mondja, hogy hát uram, én kettőre kettőt. Szó szerint. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Kedves gyülekezet, hosszan leírja, szóról szóra egyezik mind a kettő. Miért kellett ezt leírni? Hogy értsük, hogy szóról szóra egyezik. Istené nincs különbség, tétel. Azt mondja, figyelj, ötre ötöt hozott. Hát hogy ne lennék elégedett? Kettőre kettőt? Ha a cég, bocsánat, szándékosan mondom most így, tehát mai fogalom, ha a cég felül nézem, ez csak 40%-ot produkált, nem? Ezt rögtön szignóznák, hogy hát ez 40. De Isten az ember felül nézi. Ötre öt, az mennyi? Az 100%. Kettőre kettő? 100%. Nekem ez olyan csodálatos. Itt azért hagyjálják meg, hogy ugye most szombat van, holnap vasárnap lesz, ha Jóisten megadja, hétfőn kiki megy iskolába, meg munkahelyre sokan közülünk. Mit szólnátok, ha ezzel fogadna a főnök, hogy jól vagyok, kedves Miklós, kevesen voltál, hű, sokra bízlek ezzel. Szóval nagyon elégedett vagyok veled, nem tudom, hogy mondjam el, de nagyon. Jól esik, ha elégedett a főnök velünk? Nem tudom, kinek milyen főnöke van. Jól esne? Akkor feltételes módban kérdezem. Jól esne. És ha a tanár mondaná azt, hogy hát fiam, lányom, nagyon elégedett vagyok veled. Nem jól esik egy emberi elégedettség is? És képzeljétek rá, amikor az ítéletben az Isten azt fogja mondani, hogy jól vagyok, most Évit nézem pont, jól vagyok, kedves Évi, kevesen voltál hű, sokra bízlek ezután, menj be a te uradnak örömébe. Nem tudom, figyeljetek-e különben, hogy nem csak a múltat értékeli, az ennek következménye van a jövőre nézve is. Potifár története ismerős nektek? Már Józsefre gondolok. József kevesen hű volt? Igen. Potifár sokra bízta? Hát annál többre már nem bízhatta. Azt mondja, hogy az egész vagyonát áttolta a József asztalára, azt mondta, hogy jó helyen van, hát ott van a legjobb helyen. Jobban csinálja, mint ha én csinálnám a sajátomat. Ez az igazi sáfár. Ugye? Minden helyen, ahol észszerű döntések születnek, ha megkockáztatom halkan, ugye én voltam katona, ott is az volt, hogy aki jól csinálta, arra bízták, hát nem akartak kitolni magukkal, tehát inkább arra bízták, akivel felül nyugodtak voltak, hogy megcsinálja. Kedves gyülekezet, Isten is úgy van ezzel, hogy ha mi helytállunk, akkor többet bíz ránk. Mi a következménye ennek a szakasznak, amit most láttunk? Hát ugye itt a különböző talentumok és az eredmények ismeretében az elégedettség, az azonos elégedettség ismeretében, az, hogy nem szabad azzal foglalkoznunk, hogy a másiknak hány talentum adatot. Nem tudom, ismerjétek, a 400 méteres sífutás hogy szokott lezajlani. Tudjátok, a körpályán, a stadionban, hogy futnak. A külső pályán a 400 métert, ha visszamérik, amivel külső az ívek miatt, ott hamarabb van vége a 400-nak. Az a lényeg, hogy a belső pályán futja a 400-at, ugye jól mondom, és a külső pályák egyre előrébről kell, hogy induljanak, hogy nekik is 400 méter legyen. És akkor elkezdenek futni, az első 200 méteren senki se tudja, hogy ki hol tart, mert nem lehet összehasonlítani, mert nem egy pozícióból indultak. A célegyenesben már igen, ott már lehet látni. Mindig ez jut az eszembe, hogy bennünket az kísért, ez az egyik kísértésünk, hogy nézzem, hogy a másiknak hány talentuma van. Sok embert elkeserít, hogy úgy érzi, hogy neki nem, nincsenek olyan kirívó talentumai. Bezzeg a XY-nak annak van. A másik kísértés az, hogy akinek megvan, az azt mondja, hogy ó, hát ez figyelj, ez semmi se ért, hát én milyen nagy vagyok, ugye, mennyi talentumom. Ezek kísértések, nem szabad engedni neki. Én úgy tudom, hogy a 400 méteres sífutásban nem egymást szokták nézni, eléggé el vannak foglalva azzal, hogy a pályát nézik, és mindenki a maga pályáján fut. És itt idézek egy nagyszerű mondatot, az egy legnagyszerűbb mondata a Krisztus példázatai című könyvből ennek a példázatnak a vonatkozásában. Azt írja Ellen White, hogy nem az a kérdés, hogy hány talentumot kaptál, hanem hogy hogyan élsz vele.
Ha más nem jegyeztek meg, akkor ezt jegyezzétek meg mára. Ne azzal foglalkozz, hogy sok vagy kevés. Teljesen mindegy, ennyit kaptál. Az a kérdés, hogy ezek után mi lesz? Mit csinálsz? 5-re 5-öt hozol, 2-re 2-t? Vagy? És akkor rátérnék a harmadik szolga esetére. Így ismerve az eddigieket, szerintetek mikor hallotta volna a harmadik szolga ugyanazt, amit az előzőek hallottak? Mit kellett volna mutatnia? Egyre egyet, nem? Szerintetek? Egyre-egyre? Ha egyre egyet hozott volna, biztos ugyanezt hallotta volna. Szerintem is. A szolga azzal jött, hogy megindokolta, nem mondta meg, hogy mit csinált, hanem megindokolta, hogy miért csinálta. Azt mondta, hogy uram, én tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is arat, ahol nem betett, ott is takar, ahol nem betett. Halkan kérdezem meg tőletek, hogy ez derült ki eddig a példázatból? Hát pont az ellenkezője. Hát nem azt mondta, aki kettőt kapott, hogy miért nem ötöt hoztál. Ugye, mert az lett volna. Azt mondja, figyelj, kettőre kettő. Magyarul ez a szolga, ez vagy nem ismerte az urát, vagy hazudik egyszerűen. És nagyon súlyos szavakat mond, és azt mondja, hogy ezzel indokolja azt, hogy ő inkább nem kockáztatott, hanem elásta, és azt mondja, megvan, ami a tied. Zéró haszonnal. Nulla hozammal. Ezt vesétek össze, hogy sok ideig volt oda. Tehát sokáig termelt. Ha kis hozammal is, de valamit termelt volna sok ideig, de nem volt. Elásta. Ti mit válaszoltatok volna ennek a szolgának? Most ne hallgatok, nem akarok megbántani titeket, de akik itt vagyunk, mind azt mondjuk, hogy hogy jut ilyen eszedbe, hogy te így gondolkozol rólam, mert csalódtam benned. Ugye? Elkezdtük volna mondani. Érthető. Az Úr mit mond? Nem tiltakozik, nem emel óvást. Azt mondja, hogy figyelj, akkor induljunk ki ebből, amit mondtál. Ha én olyan vagyok, mint amilyennek mondasz, akkor nem az lett volna az észszerű vagy a helyes, hogy elviszed a pénzváltók asztalára. Nincs kockázat, nem kereskedsz vele, kicsi a hozam is persze, de legalább valami lett volna. De te nem ezt tetted. És azt mondja, tudod, mit árultál el azzal, amit tettél? A teljes közönyödet az én érdekeim iránt. Olyan, mint egy arcúcsapás, hogy én nem vállalok közösséget veled. Nem tudom, tudjátok-e a Krisztus példázatai című könyvben, mi a címe ennek a szakasznak, az ilyen alszakasznak? Az elveszett talentum. Nem a megmaradt talentum, hanem az elveszett. Tudni miért? Mert azt mondja, hogy ha nem használja, elvész a talentum. Mindjárt rátérünk, hogy mik a talentumok, ezzel fejezném be. Csak annyi, hogy itt beszéltem a gyerekeknek az erőről. Ha valaki sokáig fekszik ágyba, fizikailag erősödni fog, mert pihenteti az izmait. Hát azt várnánk, hogy akkor... Én voltam már úgy fekvőbeteg, hogy felkeltem és tántorogtam, annyira legyengültem. Nem használod? Legyengülsz. És nem akarom megkérdezni, ki tanult itt oroszul, és hányan tudunk. Az is egy elveszett talentum volt, ne? Ha ugyan megkerült egy valaha is. De értitek, mire gondolok? Amit nem használsz, annak annyi. Nemrég meg kellett néznünk egy ingatlant, és egy olyan helyre vittek el, ahol azt hiszem 2 éve nincs senki, egy irodaház, egy cégé volt, csak nem mondom, milyen cégé, mert akkor már könnyű rájönni, az adóhivatal lefoglalta úgy, ahogy volt menet közben. Laptopok az asztalon, női kardigán a székre kiterítve, tehát úgy, hogy nagyon szürreális élmény volt, minden ott volt, a papírok, minden, nem mehetnek be érte, az épületet 2 éve nem használják, azt várnánk, hogy akkor biztosan nagyon fit állapotban van, mert nem rongálják azzal, hogy használják. Nem tudom, mennyire tudjátok, autók, házak, ha nem használják, jobban pusztul, mint ha használják. Ez igaz a talentumokra is. Mik lehetnek talentumok az életünkben? A Krisztus példázatai című könyvben találtok példákat, én is onnan idézek. Tudok 3-at, tehát nem, hogy 0 talentumos nincs, 2 talentumos sincs, elárulom. Minimum 3-ról indulunk mindnyájon. Idő. Az idő az egy talentum. Persze erre mindenki mondta, hogy jó, hát az nincs senkinek. Most jó példát mondtam, mert senkinek sincs ideje. Na de hát minden nap fel kell a nap. 1-24 óra alatt meg is fordul. Ma is így van. Gyorsabbnak érezzük, de az a mi hibánk, a társadalmunk életvitele, a saját életmódunk. De azt mondja a Biblia, hogy Isten az, aki felhozza a napját, mind az igazakra, mind a gonoszokra. Hogy mondjam el gyorsan a kedvenc példámat, ha rajtunk múlna, mi igazságot tennénk. A mi napunk az csak az igazakra sütne, nem? Ilyen spotlight jellege lenne, mint a színházban, hogy ahol igaz ember van, ott süt a nap,
Az Isten azt mondja, hogy hát ez ő nem ilyen kicsinyes, mint mi vagyunk. Azt mondja, hadd süssön mindenkire. Azt írja Ellen White ebben a könyvben, hogy legszigorúbban az idő talentumával fognak bennünket elszámoltatni, és ez folyik legjobban ki a kezünkből. Ez az egyik legnagyobb kihívás. Én délután fogok beszélni a pénzről, bátorítok, mert szerintem érdekes és gyakorlatias lesz, hogy gyertek el, de az időről is érdemes lenne gondolkoznunk. És akkor itt vagyunk a pénznél. Ugye pénz az nem mindenkinek van, azt nem így osztják, mint a 24 órát, az különböző a mértéke. Délutánról egy kis előzetest hadd mondjak. Egyszer azt mondta, egy sok embert látott valaki, hogy ő csak kétféle embert látott a pénz tekintetében. Azt, akinek mindig van pénze, meg akinek sosincs pénze. És ami a legérdekesebb, hogy ennek a témának semmi köze a jövedelméhez. Tehát sok pénzzel is lehet valaki állandó anyagi zavarban, és kevés pénzzel is lehet valaki mindig a saját határain belül. A pénz az egy külön kísértés, a szegénység nem erény, ugye Ábrahám is gazdag volt, és sokan mások, tehát ezt helyre kell tenni, de a lényeg az, hogy a pénzzel hogyan bánunk, az sokat elárul rólunk, a jellemünkről, és az Istenhez való viszonyunkról. És gyorsan a harmadik, mit tippeltek, mi lehet a harmadik ilyen általános? Az idő meg a pénz az azért adta magát, ugye, hogy az azért valahol éri mindnyájunkat, az egészség. Itt persze lobogtathatnátok, bocsánat, a leleteket, hogy de hát én már nem vagyok, mert ugye ez meg az a bajom. Ez egy saját javaslat, javaslok egy vonalat, hogy honnantól számít valaki egészségesnek. Ha valaki önmagát el tudja látni az életben, önálló életet tud folytatni, szerintem az egészséges, nyilván egy foka az egészségnek. Olyan, hogy teljesen egészséges ember, hát ha néztek híreket, sportolók fiatalon meghalnak. Azt hiszed, hogy egészséges, és kiderül, hogy problémái voltak szegénynek. Tehát ilyen, ez egy abstrakció, hogy az egészséges ember, de az, hogy aki önmagát el tudja látni, nem szorul másokra, az már egészséges, és fordítva, ő tud segíteni azoknak, akik nem tudnak másoknak, nem tudják ellátni magukat. Ilyen szempontban az legtöbben egészségesek vagyunk. Még annyira, hogy gondoljatok erre, ez is egy felelősség, egy talentum. Annyit a befejezés jegyében már, hogy mivel egészíti ki a gírák példázata, a talentumok példázatát, ezért kérem, hogy olvassátok el. Itt a talentumoknál csak az úr van, meg a három szolga szereplők. A gíráknál van az úr, meg 10 szolga, azt hiszem 10 kaptak egy-egy gírát, és a szolgákon kívül van még egy csoport, úgy hívjuk őket, hogy az alattvalók. Van ennek a fogalomnak értelme ebben az összefüggésben? Kik az Isten alattvalói? Mindenki. Mi is, meg az utca embere is kint, ha kimegyünk, akit nem ismerünk. Aki emberként élt vagy él a földön, az az Isten fennhatósága alatt él, akkor is, ha nem tetszik neki. A szolga attól más, hogy neki tetszik. És ő elszegődik, és vállal. És ebben a példázatban a gíráknál azt olvassátok majd, hogy amikor elment az úr, utána küldtek az alattvalói, hogy azt üzenték, hogy ne is jöjjön vissza, mert nem akarják, hogy uralkodjon fölöttük. Ez a világunk, nem? Az Isten ellen lázadó világ. És amikor ott van az elszámoltatás, ott is van ez az emberünk, aki nem tette, amit tenni kellett volna, és tudjátok, milyen félelmetes, én ebben beleremegtem, amikor először olvastam és megértettem. Azt mondja, hogy vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás, sőt, hozzátok elő az én ellenségeimet is, akik utána üzentek, hogy ne uralkodjak fölöttük, és azokkal együtt vessétek a külső sötétségre. Kedves gyülekezet, ez a példázat nem kevesebbet mond, mint azt, hogy az Isten ellen nyíltan lázadókkal azonos lesz az osztály része azoknak, akik szolgának kiáltották ki magukat, mindenki azt gondolta, de nem azonosultak az Isten ügyével. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, de ezt én a tanúság kategóriájába sorolom. A súlyos tanúság kategóriájába. És ezen a háttéren mondom most már tényleg az utolsó szavak, ez a befejezés, hogy nem az a kérdés, hogy hány talentumod van, hanem hogy mit kezdesz vele. Mert el fognak számoltatni vele, és egyszer majd Isten teszi fel azt a kérdést, hogy mit kezdtél a talentumaiddal. Mert el kell döntsem, hogy mit kezdenél az örök élettel. Mit csináltál eddig? Nem akarok senkit megbántani, csak hogy mondjam, hogy sorozatokat néznél az örök életbe. Hát azért kár örökké élni, valami ennél hasznosabbat mondjál, vagy mutassál. Nincs nulla talentumos ember, emögé sem bújhat senki, és
ahhoz, hogy a végén ne álljak ott szégyenkezve, mint ez a nulla talent, mint ez az egy talentumos ember, ahhoz ma kell átgondolnom azt, hogy mik lehetnek az én életemben azok a momentumok, azok az isteni ajándékok, amikkel el fognak számoltatni, mert az elszámoltatás az bizonyos, tehát hogy ez meg fog történni. Olvasom az alapigénket. Sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak az ura, és számot vetett velük, de voltak, akik azt hallhatták, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Én azt kívánom, hogy akik itt vagyunk, mindnyájan ezt hallhassuk majd ott. Amen. Köszönjük szépen Istennek a nekünk küldött üzenetet, és a Stramszky testvérnek a magyarázatát. Most énekeljünk együtt a 215-ös számú éneknek az első három versét. A lelki szíma után énekeljük a záró éneket, 334-es számút, az első verset. Szerető, kegyelmes mennyei jó atyánk, együttesen szeretnénk most neked hálát adni azért a kegyelemért, hogy ma itt lehettünk, hogy az élet jogát még élvezhetjük, és hogy az előjog is megadatott nekünk, hogy egybegyűljünk, közösen keressünk, imádjunk téged, és épüljünk a te ígéd által. Az a mi közös kérésünk most hozzád, hogy azt, amit itt most sikerült közösen átgondolnunk az ige alapján, azt teted egészen mélyé a mi lelkünkben. Segíts átéreznünk kinek-kinek saját magának az egyéni felelősségét, azokért a talentumokért, azokért a lehetőségekért és azokért a feladatokért, amit az életben nekünk adtál, hogy hordozzunk felelősséget mások javára és a te dicsőségedre. Megértettük, Urunk, hogy te nem csak örök életet készítettél nekünk, hanem arra fel is kívánsz készíteni bennünket, ami nem csak erkölcsi tisztaságot jelent, hanem ezzel szoros összefüggésben alkalmasságot a hasznos és közös életre a több üdvözölendővel. Arra kérünk, hogy légy a mi tanítómesterünk ebben a tekintetben is, köszönjük az igei figyelmeztetést, amit ma kaphattunk, és segíts kérünk a hétköznapokban felismernünk ezeket a helyzeteket és ezeket a talentumokat, mert szeretnénk mi is azt hallani, amit az 5 és a 2 talentumos szolga hallott ott az ítéletben. Segíts kérünk, hogy ez mindnyájunk életében így történhessen a te kegyelmedből. Amen. Amen.
Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre és örökkön örökké. Amen. Thank you.